Fodor Gábor, jó reggelt kívánok. Fodor Gábor, akinek sosem kellett szerintem fogynia, mert magas és karcsú, ki tudja már mióta. Tehát a magyar liberalizmus is elég karcsú, egy nagy évet húznak ebben a mondatban, és arról beszélgetnek éppen mai konferencián, hogy van esélye a magyar liberalizmusnak talpra állnia. Egy kicsikét, mintha az SZDSZ elmúltával elmúlt volna ez az eszmerendszer is Magyarországon, nem? Nem, én ezt másként látom. A Republikon Intézet szervez ma egy konferenciát, amely ma délelőtt kezdődik és délutánban nyúlik, és valóban a témája alapvetően ez lesz, hogy mi a helyzet ma Magyarországon a liberalizmussal, várható-e lesz-e újjászületés. Nos, én úgy látom, hogy a liberális eszmerendszernek ma Magyarországon megvan a támogatottsága. Nézem a közvéleménykutatásokat, látom, hogy a különböző intézetek, azok milyen adatokat hoznak ki. Ezek az adatok évtizedről évtizedre, az elmúlt két évtizedben, amikor ilyeneket készítenek, rendszeresen azt mutatják, hogy egy elég alapos, jelentős szavazóbázis a tábora van a liberálisoknak. De ez most miből látszik? Tehát a mai adatokon ez hol látszik? Hol vannak a liberális szavazók? Hát mert kérdeznek értékrendet, másfelől pedig ugye vannak olyan kérdések, amelyek különböző skálán kérik, hogy helyezzék el magukat a választók, tehát mennyire tartják magukat liberálisnak, konzervatívnak, szocialistának, liberálisnak, és ebből kijön egy viszonylag egyértelmű száma. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy körülbelül olyan 3 és 500 ezer közöttire tehető azon szavazóknak az aránya a választópolgárok közül, akik liberálisnak vallják magukat, tehát a liberális értékrendet vallják magukénak, és nem nagyon találnak pártot, hozzátenném. Tehát, hogy ők benne vannak abban a 48%-ban, aki nem megy el választani döntő a többsége benne van, hogyha megkérdezik ezt most tőlük? Igen, döntő többsége benne van, mert nem szabad elfelejteni, hogy vannak liberális szavazók, akik egyébként a jobb oldalra szavaznak, például a Fideszre, és vannak olyan liberális értékrendhez tartozó emberek, akik a bal oldalra, tehát a szocialistákra szavaznak. Most azokról beszélünk, akik nem találják a pártjukat, főként nem találják a pártjukat. Hát az LMP mennyit szippantott fel? Az LMP is felszippantott valamennyit, no de hát ha már itt a pártok tartunk, azt is világossá kell tenni, liberális párt ma nincs Magyarországon. Az tehát, SZDSZ utódpártja sem az? Nem, hát most ha utódpártként magára az SZDSZ-re gondol. Hát igen, mert, de ez nem az az SZDSZ. Mert formálisan az SZDSZ létezik, de a pártszerű tevékenysége nincsen. Tehát azért a választópolgárok nem tudják választani az SZDSZ-t, mert nincsen érdemi politikai mondani valója. Tehát, hogyha azokra a pártokra gondolunk, akik egyébként választhatóak, mert mondjuk ott vannak a parlamentben, vagy van olyan politikai tevékenységük, közülük nincs igazából liberális párt. Tehát egyik oldalról leszögezhetjük, hogy liberális szavazók vannak, liberális értékrend létezik ma Magyarországon, stabilan, pártjuk nincs. Tehát nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben tenni kell majd a jövőben valamit. Hogyan lett politikai szitokszó a liberalizmus Magyarországon? Nos, hát ennek nagyon egyszerű a története, azt gondolom, méghozzá azért, mert a rendszerváltásnak az első szakasza Magyarországon sikeres volt. Természetesen ezernyi problémával járt, már 89-90-től kezdődően az első évtized, 2000-ig bezáróan, de mégis mihez tudunk viszonyítani? Hát természetesen a szomszédos országokhoz, azokhoz, akik hasonló helyzetből jöttek, mint mi. Tehát ugyanúgy a posztkommunista rendszerből. Ezen országok között Magyarország az élmezőnyben volt, tudjuk. A második évtizedben, tehát a 21. század elejétől kezdődően indult folyamatos lecsúszásunk, és jutottunk el ma oda az Orbán kormány idején, hogy gyakorlatilag sereghajtók vagyunk számtalan kérdésben, a környező országokhoz viszonyítva is, Európai Unióban pedig végképp. Jó, de hát a negatív folyamatok a szocialista SZDSZ-es kormányzás idején kezdődtek, azért ezt tisztán kell látnunk. Így van, csak közben elindult egy olyan hamis gondolkodás, és hát szerintem történelmi tévhitekre alapuló gondolkodásmód, amely alapvetően azért azt próbálta sugallani, hogy azért, amilyen problémáink vannak ma Magyarországon, a demokrácia és a piacgazdaság a felelős, és a demokráciát és a piacgazdaságot sokan a liberális eszmével azonosították. Akkor ez egy kommunikációs trükk, aminek nem tudott ellenállni a liberális oldal. Részben, tehát ebben szerintem van egy tévedéseken alapuló gondolkodásmód, de a másik oldalról igazságosnak kell lennünk, és azt is el kell mondani, hogy maga a liberális párt, az SZDSZ is komoly politikai hibákat követett el. Tehát nem arról van szó, hogy egyébként kiváló teljesítménnyel teljesen makulátlanul ott állt a ringben, csak hát rosszul gondolkodtak a szavazók. Az ez azért egy hamis magyarázat. Az a vád, amit, mert hogy most viszonylag gyenge a liberális képviselet a magyar politikai életben, tehát mint egy bogzsák kap meg a liberalizmus, hogy az teljes korrupció, ami az elmúlt 20 évhez köthető, az gyakorlatilag mind a liberálisokra hányható rá. Igen, ez a klasszikus bűnbak effektus, azt gondolom.
Tehát természetesen nekünk, akik a liberális párthoz tartoztunk, és próbálunk gondolkodni azon, hogy mit lehet tenni a jövőben, azt világosan látni kell, hogy igen, többek között a hibák, amelyeket a Szabaddemokraták Szövetsége, mint liberális párt, és egyetlen liberális párt, mert ne felejtjük el, hogy a Fidesz is liberális pártként indult annak idején, a 80-as évek végén, tehát az egyetlen liberális párt elkövetett, abban bizony benne volt többek között a mondhatnám a második legjelentősebb korrupciós ügye a magyar demokráciának a rendszerváltás óta. Ugye az első a Fidesz székház ügye volt, az volt ugye a legjelentősebb és legkomolyabb első korrupciós ügy. Hát, hogy elfelejtettük, az már majd 20 éve volt. Így van, és utána a Tocsik ügy volt a második jelentős korrupciós ügy. Tehát egyszerűen számításba kell venni, és végig kell gondolni azt, hogy igen, számtalan olyan negatív jelző tapadt az SZDSZ-hez és a liberális párthoz, amelyet tudnunk kell, hogy ez így volt, másfelől pedig emiatt számot kell vetnünk azzal, hogy mi volt ebből valós hiba, és mi volt az, ami valótlanság volt. Na mert, igen, csak mert, hogy ezek mert, a rátapadt említettem a bűnbak jelzésbe, ugye benne van az is a bűnbakká válásban, hogy számtalan olyas valamit is ráterhelnek a bűnbakra, amiért nem felelős, de itt nem erről van igen, szó, az ezért felelős bizonyos dolgokért. Igen, küzdenie, mint a valós vádakért. Hogy azok valamilyen módon ad acta kerüljenek, hogyha a liberalizmust újra akarják építeni Magyarországon. Tehát valahogy egy tiszta lapot, vagy egy új helyzetet kell teremtenie a liberalizmusnak. Ez van ereje? Igen, van, azt gondolom, mert hogy a liberalizmus végül is a legmeghatározóbb ideológia volt a rendszerváltás idején. A rendszerváltás idején, gondoljunk csak bele, az MDF is, a jobboldali pártok is lényegileg egyfajta konzervatív liberális pártnak voltak tekinthetőek. A szocialista pártnak is volt egy szociálliberális szárnya, amely meghatározó volt. Hát igen, annak akkor volt egy egységes mihez képest, ez nagyon elmúlt. Na igen, de nem szabad elfelejteni, hogy belegondolunk a magyar történelme. A magyar történelmek azok a korszakai voltak igazán jelentősek, előremutatóak a liberalizmus szempontjából, amelyekben jelentős változások zajlottak. Ugye a magyar liberalizmusnak valójában a gyökerei a 19. századig nyúlnak vissza. Kossuth, Eötvös, Deák és mások, akik ugye a magyar liberalizmusnak a legfontosabb képviselői, a reformkorban, majd utána a szabadságharc idején, a forradalom és szabadságharc idején, majd később a kiegyezés idején alkottak nagyot. Nos, ez egy olyan időszak volt, amikor jelentős változások zajlottak Magyarországon, és Magyarország az európai fejlődés főáramához akart tartozni. Ugyanez történt a rendszerváltás idején, ami 20. században a magyar liberalizmusnak a nagy korszaka. Szintén az európai főáramhoz, a világ főáramához akart Magyarország tartozni, amely alapvetően a liberális eszmék és elveknek az átvételét jelentette. Ma azt gondolom, hogy azért van újra komoly lehetősége a liberalizmusnak, hiszen egy tekintélyelvű rendszer épül ki. Egy olyan tekintélyelvű rendszer, amely szembe megy a demokratikus normákkal, látjuk az Orbán kormánynak a tevékenységét, látjuk azt, hogy a piacgazdaság elveivel is szintén szembe megy. De az Orbán kormány erejét talán pont az adja, ami az elmúlt 20 évből rossz volt. Pont arra tudott építeni, pont azt tudja kommunikálni, hogy ha nem azt akarjátok, ami volt, akkor itt vagyunk mi, egy másik alternatívával. Hát igen, ez lehetett volna, amit most ön mondott, hogyha másként csinálja a kormány annak idején. Tehát 2010-ben a kétharmadot részben ez alapozta meg. De az, hogy mára több, mint a szavazóinak a felét elveszítette a Fidesz, és rosszul áll a közvéleménykutatások alapján. Lényegileg itt a helyzet kulcsa az ellenzék kezében van. Ez viszont mind-mind azt jelenti, hogy azért a hit és a meggyőződés abban, hogy valóban a Fidesz másként és jobban akarja csinálni, mint ami az elmúlt 10 évben elromlott Magyarországon, az, ami azt gondolom, hogy szertefoszlóban van. Mi itt néhányszor találkoztunk már olyankor, én mindig megkérdezem, hogy na és akkor mi lesz-e új pártja Fodor Gábornak? Most akkor megkérdezem, mert ugye megint megkérdezem, mert a liberalizmus esélyeiről beszélgetnek ma egy konferencián, hogy lesz-e új pártja Fodor Gábornak, meg lesz-e a liberális párt? Ez a konferencia is arról szól, hogy végig kell gondolni az esélyeket és a lehetőségeket, nem pedig pártalapításról természetesen. Én azt gondolom, hogy már önnek válaszoltam egy műsorban, amikor erről beszélgettünk, hogyha eljön ennek az ideje, akkor természetesen az ideje? Szívesen beszélek erről, és magam is ezt a kérdést nyitva hagyom már csak azért is, mert azt gondolom, hogy nem szabad elsietni ezt a lépést, és mindenkinek végig kell gondolni, nekem is végig kell gondolni, hogy akarok ebben részt venni, vagy pedig sem. Nincs itt az ideje, mert ma fél időben vagyunk, fél időben még bőven készen áll az ellenzék, és készen lehet arra, hogy valóban összefogással legyőzze a mostani kormány. Meddig kell egy liberális pártnak talpra állni ahhoz, hogy a következő 14-es választásokon eséllyel indulhasson? Ma olyan változékony a magyar politikai élet, hogy szerintem az utolsó év fogja eldönteni lényegében az, hogy mi fog történni a magyar politikában. Akkor van még egy éve, hogy döntsön. Nagyjából, nem csak nekem, másoknak is. Ma tehát konferencia liberális esélyekről. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.